Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damina Dávid vagyok. Ebben a videómban a Magyar Fangoria Horror Magazin DVD kiadásait fogom bemutatni. Tartsatok velem! Ha a magyar piacot nézzük film megjelenés szempontjából, akkor elmondható, hogy annak idején a 80-as években, illetve a 90-es években rengeteg VHS kazetta jelent meg hazánkban. Tehát rengeteg filmet adtak ki VHS-en, mégpedig tényleg olyan szinten, hogy manapság álmodni sem mernénk róla, hogy olyan filmek jelenjenek meg, mint amik annak idején jelentek meg kazettákon. Tehát tényleg el volt látva a magyar piac elég rendesen filmekkel. És itt ugye persze most leginkább horrorfilmekről beszélek, mármint ugye mindenféle filmet, de most ugye persze ebben a videóban horrorfilmekre fókuszálok. De a lényeg, hogy a horror műfaj szempontjából is nagyon el volt látva a magyar piac. Tehát tényleg olyan klasszikus filmeket adtak ki, meg ugye nem csak a friss megjelenéseket, de ugye a régebbi filmeket is. Rengeteget kiadtak Magyarországon. Tehát tényleg nagyon jó volt a 80-as, 90-es években gyűjtőnek lenni, mert el voltunk látva filmekkel. Aztán viszont ugye megjelent a DVD a 90-es években, és elmondható az, hogy a 90-es években, illetve a 2000-es éveknek mondjuk, hogy az első felében, illetve a közepén, még úgy azért a DVD piac is úgy eléggé rendben volt. Tehát, hogy tényleg DVD-n is azért elég sok film megjelent Magyarországon, és azért persze főleg az újdonságok, meg azok a filmek, amiket ugye hogy világviszonylatban éppen aktuálisan kiadtak, azért azok eljutottak hozzánk is. De azért hébe-hóba DVD-n is előfordult, hogy kiadtak régebbi filmeket, igazi klasszikusokat. Mert hát azért ott volt például a Hellraiser első három része, amit a Navigator film adott ki, vagy például szintén aztán a Navigator adta ki a Sleepaway Camp első három részét, meg azért még akadtak ilyenek, ott volt a Night of the Living Dead, ugye az eredeti élő halottak éjszakája, a Cinetelt kiadásában, meg voltak még hasonlóak, tehát azért akadt egy pár ilyen tényleg ilyen régi, nagy klasszikus horrorfilm, amit sikerült kiadni Magyarországon. Persze ezek a megjelenések nem mindegyik volt maximálisan tökéletes, hiszen akadtak köztük olyanok, amiknek csonkolt volt a képaránya, olyan is akadt, ami vágott volt, vagy éppen egyszerre mindkettő, vagy éppen olyan, ami nem volt extra, vagy hát tudom, hogy nagyon sokan szeretik ugye szinkronan nézni a filmeket, és ez bizony sok olyan kiadás volt, ami nem volt magyar szinkron, csak magyar felirat. De a lényeg, hogy annak idején azért még DVD-k szempontjából is elég szép megjelenések voltak. Már talán kevesebb azért, mint VHS-en, de azért akadtak tényleg nagyon szép megjelenések. Aztán ugye jöttek a Blu-ray-ek, és hát ez már ugye az a korszak volt a 2000-es évek közepe második vége, második fele, amikor is ugyebár már egyre jobban kezdett elterjedni az internet is hazánkban, és hát ugye ma már ott tartunk így 2022-ben, hogy szinte minden háztartásban ott van az internet, a mobiltelefonunkon ott van az internet, megjelentek a streaming szolgáltatások, az emberek le tudnak tölteni illegálisan filmeket az internetről, illetve a streamingen havi pár ezer forintért meg tudunk nézni egy rakás filmet, és ugye manapság, amikor már évek óta elérhető nálunk a Netflix, megjelent az HBO Max, hamarosan lesz Disney Plus, szóval nagyon el vagyunk látva ilyesfajta dolgokkal, tehát azt akarom ebből kihozni, hogy a filmpiac, ugye a film megjelenés szempontjából, tehát VHS, DVD, Blu-ray, meg ugye most már 4K Blu-ray, nagyon hanyatlásnak indult. Sokkal kevesebben vásárolnak manapság már filmeket, DVD-ket, Blu-ray-ket, ilyesmit, mint mondjuk 20-25-30 évvel ezelőtt. És hát ez bizony sajnálatos, de tök mindegy, most nem akarok ebben nagyon részletesen belemenni, ennek a videónak nem ez a témája. De a lényeg, hogyha összehasonlítjuk a mostani éveket, ugye a mai kort a 20-30 évvel ezelőtti időszakkal, akkor ég és föld a különbség. Tehát manapság olyan szinten nincsenek megjelenések, olyan kevés dolog jelenik meg hazánkban, hogy az valami elképesztő. Tehát ahhoz képest, hogy annak idején például VHS-en miket adtak ki, a mostani filmpiac Magyarországon rettenetesen rossz. Megjelennek az újdonságok, de abból sem minden. Az, hogy konkrétan klasszikus horrorfilmek jelenjenek meg nálunk Blu-ray-en, iszonyatosan ritkaság számba megy, egy-kettőt néha-néha kiadnak, de nagyon-nagyon ritkaság számba megy, tehát a mai piac egyszerűen nem jó. Éppen ezért úgy gondolom, hogy érdemes kicsit visszatekinteni abba az időszakba, amikor még úgy jobb volt a magyar piac, és ugyanis a DVD piac szempontjából volt kettő kiadó, ami szerintem nagyon is kiemelkedett
amikor ugyebár horrorfilm megjelenésről, horrorfilm kiadásról beszélünk. Mert persze ott voltak a nagy kiadók, ugye ott voltak azok, akik kiadták az ilyen-olyan stúdiófilmeket, meg nagy mozifilmeket, meg hasonlókat, meg ugye mondtam, ugye akadt azért egy pár klasszikus horrorfilm megjelenés, mint a Holtak hajnala az eredeti, meg ugye a Hellraiser trilógia, meg ilyenek, azt ugye két különböző kiadó is kiadta Magyarországon, tehát azért akadtak ilyenek. Viszont volt két kiadó, akiknek szerintem a magyar horror rajongó közönség, film rajongó közönség és gyűjtők nagyon is sokat köszönhetnek, mert ez a két kiadó, a Fangoria, valamint az Ultrafilm olyan filmeket hozott ki Magyarországon, amiket más kiadó nem. Ezeket a filmeket ez a két kiadó bevállalta és megjelentette Magyarországon. Persze ezek a kiadások se voltak minden egyes alkalommal maximálisan megfelelőek, meg tökéletesek, de azért olykor, hogy bizony akadtak, hogy nagyon szép extrákkal ellátva, nagyon szép kiadásokat hoztak ki a Fangoria, valamint az Ultrafilm, és éppen ezért, mert ez a két kiadó bemert vállalni ilyen filmeket Magyarországon a 2000-es évek közepén és a 2000-es évek második felében, úgy gondolom, hogy érdemes velük foglalkozni még manapság is, amikor ezek a filmek már nagyon nehezen elérhetőek, de azért, hogyha valaki akarja, lehet, hogy még be lehet őket szerezni, talán újonnan is, használtam meg, talán esetleg össze lehet őket gyűjteni. De a lényeg, hogy szerintem erről a két kiadóról érdemes beszélni, ezzel a két kiadóval érdemes foglalkozni, mert tényleg ők olyan dolgokat csináltak Magyarországon, amit más kiadó nem igazán. Kihoztak klasszikus horrorfilmeket Magyarországon, amit más kiadó be se akart vállalni, még talán eszükbe se jutott, hogy például olyanokat, mint a Cannibal Holocaust kiadjanak Magyarországra. Az Ultrafilm pedig bevállalta például a Cannibal Holocaustot. Úgyhogy én ezzel a két kiadóval szeretnék egy kicsit bővebben is foglalkozni, most ebben a videóban a Fangoriára fogok koncentrálni, és majd a következő videóban az Ultrafilmre, úgyhogy akkor térjünk is rá a Fangoria DVD kiadásokra. Csináltam régebben egy videót a teljes horror magazin gyűjteményemről, és abban ugye bemutattam az összes magyar Fangoria magazint, hiszen ugye bár a Fangoria az eredetileg egy amerikai horror magazin, aztán annak megjelent a magyar változata 2004-ben, és ez 2008-ig létezett hazánkban. Összesen 20 szám jelent meg. No de a magazinról ugye most ennyit. Röviden, egy horror magazin volt Magyarországon, nagyszerű dolog, hogy ez nálunk is kapható volt legalább ez alatt a 4 év alatt. Viszont a Fangoria nem csak egy magazin volt hazánkban, hanem ők DVD-ket is forgalmaztak, DVD-ket is kiadtak, ugyanis a kezdetekben minden szám mellé csomagoltak egy DVD-t. Azaz, hogy hát meg lehetett venni a magazint simán, csak simán a magazint önmagában, illetve meg lehetett venni DVD melléklettel is. Az első három számhoz az SPI vagy SPI International által forgalmazott filmeket adtak hozzá, viszont a negyedik számtól kezdve már konkrétan a Fangoria által hazánkban kiadott DVD-ket adtak hozzá a magazinhoz. És ez egy darabig így ment, majd pedig a DVD, illetve a magazin külön vált, és aztán onnantól kezdve külön adtak ki filmeket, külön lehetett ezeket a DVD-ket megvásárolni. Úgyhogy kiadtak egy jó pár, tizen pár filmet, horrorfilmet Magyarországon DVD-n, és mint mondtam, ez tényleg egy fantasztikus dolog, hogy ezek a filmek így megjelenhettek hazánkban, úgyhogy most szeretnék ezen sorba haladni, hogy melyik magazinhoz milyen filmet adtak hozzá, illetve megmutatom az összes DVD-t, a borítókat, beszélek egy kicsit a specifikációkról, meg ugye bár, hogy mik ezek a filmek. Viszont nekem az összes Fangoria DVD megvan, úgyhogy ebben a videóban láthatjátok az összes olyan filmet, horrorfilmet, az összesen DVD-t, amit a Fangoria kiadott. Viszont ennél még jóval több horrorfilmnek található meg az interneten a Fangoriás borítója. Ezek közt van olyan, ami be lett jelentve, hogy ki fogják adni, de végül mégsem adták ki, majd fogom említeni, hogy melyek ezek a filmek. Viszont ezen túl is még van jó pár olyan, ami lényegében kamu borító, amit valaki otthon a számítógépén szépen összerakott magának, és akkor lényegében megcsinált egy olyan horrorfilmes borítót, ami úgy néz ki, mint egy Fangoria DVD-s borító, de ez kamu borító, mert nem adták ki az adott filmet Magyarországon. Most így hirtelenjében egyetlen cím sem jut eszembe, de láttam ilyet jó párat az interneten, tehát vannak ilyenek. Sőt, emlékszem egy olyan esetre is, hogy valaki egy ilyen Facebook csoportban, ahol ugyebár filmeket lehet eladni meg, keresni, venni, stb., kirakott egy képet, amin egy ilyen Fangoria DVD borító volt rajta, de egy kamu borító. És akkor odaírta, hogy ő keresi ezt a filmet, hogyha valaki tudja, akkor adja el neki. És hát
ugye lehetetlen, mert az adott film nem jelent meg hazánkban semmilyen formában, az a borító egy kamuborító volt. Úgyhogy bárki, aki ilyen kamuborítókat talál az interneten, ne foglalkozzon velük, most ebben a videóban megmutatom az összes Fangoria DVD-t, amit ténylegesen megjelent hazánkban. Viszont ezeket a DVD-ket, ezeket a filmeket valamelyik kiadó újra kiadta később, mert egyébként azt is láttam az interneten, hogy ezek a filmek léteznek egy picit másfajta borítóval is, amiket már nem a Fangoria adott ki, de ugyanúgy rá van írva, hogy Fangoria a borítóra, meg a DVD-re, csak picit másabb a borító. Úgyhogy én, nekem az eredeti kiadások vannak meg, azokat fogom mindent megmutatni, és hogyha már ezekről a DVD-kről beszélek, meg a Fangoria magazinról, akkor persze megmutatom azt is, hogy melyik volt az a három film, amit az első három számhoz csomagoltak hozzá, de persze azok még nem Fangoria DVD kiadások, azokat az SPI International adta ki. Úgyhogy akkor kezdjünk is bele. Nos, hát akkor a legelső Fangoria magazinhoz az első számhoz a Jeepers Creepers, aki bújt, aki nem című filmet csomagolták hozzá, ami ugyebár egy 2001-es horrorfilm. Itt most persze nem fogok magukkal a DVD-kkel bőven foglalkozni, hiszen ezek nem Fangoria kiadások. Azt viszont érdemes megemlíteni, hogy magára a borítóra rátették a Fangoriának a logóját. Ugye ott látható a sarokban. Itt ugye alul. Na most ez a film ugye külön is megjelent a DVD-n, hiszen ugye egy külön megjelent, egy már eleve megjelent filmet tettek hozzá a magazinhoz. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy a külön kapható verzión is rajta van-e a Fangoria logó, vagy sem. Hogyha valaki esetleg mondjuk egy média márban, vagy valahol megvette ezt a filmet DVD-n, akkor esetleg írja meg a kommentben a videó alatt, hogy azon is szerepele a Fangoriának a logója. De a lényeg, hogy ez a DVD volt hozzá az első számhoz. Aztán a második számhoz a Dracula 2, a Mennybe menetel, vagy Ascension, ami a Dracula 2000-nek a folytatása, és ugye ezen is látható a Fangoria logó, de ezt is ugyanúgy az SPI International adta ki, ugye az ő logójuk is ott van a sarokban. Aztán a harmadik számhoz a Halálos kitérő, vagy angolul Wrong Turn című filmet adták hozzá, ezen már nincs rajta a Fangoria logó érdekes mód, úgyhogy ez egy szimpla SPI megjelenés, ugyebár immár teljes mértékben Fangoria logó nélkül. És akkor most jönnek a konkrét Fangoria DVD kiadások, a negyedik számhoz ugye már konkrétan olyan filmet adtak hozzá, amit ők is adtak ki, amit ők forgalmaztak hazánkban. Úgyhogy az első ilyen, az az Őrült Stone, avagy 2008 a patkány éve, angol címén Split Second, ami 1992-es film, ha jól emlékszem. Na most ez volt a legelső DVD kiadásuk, úgyhogy ez még egy elég ilyen szimpla kiadásnak mondható. Így néz ki belülről, ugye ott van maga a DVD lemez. És hát szimpla kiadás alatt azt értem, hogy extrák nincsenek rajta egyáltalán, maga a képarány pedig 4:3-as, tehát sajnos csonkolt. Úgyhogy az azt jelenti, hogy a vár, hogy jobb oldalon, bal oldalon egy-egy fekete csíkot látunk, ugye álló fekete csíkot, tehát hiányzik a képinformáció. Magyar felirat van rajta, illetve magyar szinkron, meg eredeti angol hang. Aztán az ötödik számhoz hozzáadott DVD, ez a Pumpkinhead, a bosszú démona. És egyébként érdemes itt még az elején megemlíteni, hogy amikor elkezdték ezeket a filmeket kiadni, akkor ugye látható, hogy rá van írva, hogy Fangoria klasszikusok. Oda van írva a tetejére, illetve az oldalára is ráírták, hogy Fangoria klasszikusok, tehát hogy lényegében klasszikus horrorfilmeket adnak ki. És itt ez ugyebár csak ennyi van rá, hogy Fangoria klasszikusok. Viszont itt a második ilyen DVD-nél már rá van írva, hogy Fangoria klasszikusok 2. Tehát lényegében elkezdték számozni a kiadásaikat. Ami egy jó dolog, mert az ember összegyűjti őket, egymás mellé teszi a polcon, és akkor számozva vannak, az ott szépen mutat ugyebár. És akkor tudjuk, hogy mi a helyes sorrend. Ugye ez itt a kettes számú Fangoria DVD kiadás, a Pumpkinhead, amely egy nagyon klassz film szerintem, ugye egy lemez. Erről a szériáról csináltam egy rangsorolós videót, azt megtaláljátok YouTube csatornámon. És akkor azt mondja, hogy ezen már vannak extrák is, valamint eredeti a képarány, úgyhogy ez már határozottan egy jobb kiadás, mint ami az Őrült Stone esetében volt. Extraként kapunk egy Lance Henriksen biográfiát, ami persze egy ilyen szöveges extra, tehát el lehet olvasni, valamint rajta van a filmnek az előzetese, ezen is van magyar felirat, valamint magyar szinkron, angol hang. Aztán a következő, a hatodik szám mellé csomagolt DVD, az a Mutánsok, angol címén Tix, 93-as a film, és ugye látható, hogy Fangoria klasszikusok 3, tehát ez itt a 3-as sorszámú darab. Egy DVD,
Ez egy nagyszerű, gyilkos, mutánsos horrorfilm, gyilkos ilyen mutáns kullancsok vannak benne, tehát állatos horrorfilm, Seth Green-nel a főszerepben, és ezen is vannak extrák, mégpedig a filmnek a trélere van magyar felirat, magyar szinkron, eredeti angol hang, illetve a DVD hátulja szerint ezen is 4:3-as a képarány, úgyhogy ezek szerint akkor ez is csonkoltan jelent meg, hogy az eredeti képarány az nem 4:3-as. No, de mindegy, itt van a TIX, vagyis mutánsok. Aztán a következő, ami a 7. számhoz lett hozzá csomagolva, az a Wishmaster 3. része, ami ugye a Halálmester 3 címen jelent meg nálunk, az Arkangyal az alcím, angolul Devilstone az alcím, és ez már a Fangoria Horrortár gyűjtemény, mégpedig az 1-es sorszámmal adott a tetején is olvasható, illetve hogy azon ráírva az oldalára is. Egy darab lemez, és azt mondja, hogy ezen is a magyar szinkron, eredeti angol hang, illetve kapunk hozzá magyar feliratot. A képarány az eredeti, és Horrortár 1-es sorszámmal, vagyis ez már nem egy klasszikus horrorfilm, ez a film, ez konkrétan 2001-es, ha jól emlékszem, igen, 2001-es. Tehát ez egy frissebb horrorfilmnek számított, amikor ezt ugye kiadták, úgyhogy ezért ez nem klasszikus, ez a Fangoria Horrortár gyűjteményben jelent meg. És ez az egyetlen ilyen film, amit ebben a Horrortárban kiadtak. Hogyha még jóval tovább létezett volna a Fangoria Horror magazin, akkor valószínűleg kiadtak volna még ilyen filmeket esetleg még, de végül is a Horrortárban ez az egy film jelent meg. Extraként kapunk a filmnek az előzetesét, vannak életrajzok, produkciós jegyzetek, tehát ezeket mind ilyen szöveges információk, illetve erre már raktak Fangoria extrákat is. Ami annyit jelent, hogy rajta van a magazinnak a bemutatója, az is ilyen szöveges információk, meg a magazin borítókat meg lehet nézni, tehát ilyen képgaléria-szerű, illetve kapunk egy audio kommentárt. Bizony ettől a DVD-től kezdve a fangóriások már csináltak ilyen szakkommentárt, vagy nevezhetjük rajongói kommentárnak is. Lényegében a magazin újságírói fogták magukat, és beszéltek a filmről, csináltak egy audio kommentárt. Én az összes ilyen audio kommentárt meghallgattam a Fangoria esetében 2-szer is, tehát ezek szerintem nagyon is szórakoztatóak voltak, ezek nekem nagyon tetszettek. És egyébként az Ultrafilm is csinált ilyeneket, de arra majd ugye kitérek a következő videóba. Nos, még egy Fangoria extra, egy kis összefoglaló videó a Fangoria táborról, ugyanis a fangóriások csináltak nyári tábort is, amikor is ugye bár az írók összeültek a olvasókkal, lementek, azt hiszem, hogy Tatára, minden egyes esetben Tatára, és akkor ott egy pár napot eltöltöttek. Én egyik ilyen táborban se vettem részt, de eléggé szórakoztatónak tűntek ezek, meg ahogy hallottam ugye róluk. Ezek eléggé jók voltak azért. És hát ugye itt meg lehet róla nézni egy összefoglalót erről a Fangoria táborról, ahol ugye befizettek az olvasók, és akkor találkozhattak az írókkal, és eltöltöttek egy pár napot nyaralással, horrorfilmnézéssel, kikapcsolódással, úgyhogy biztos, hogy jó lehetett. Úgyhogy ez volna itt a Halálmester 3. Aztán a következő az a Trauma, amit a 8. számhoz adtak hozzá, ez Dario Argentónak a giallója. Egy darab DVD-lemez, és ez már ismét a klasszikusok sorozatban jelent meg. Viszont ettől a DVD-től kezdve valamiért elhagyták a számozást. Úgyhogy elkezdték ugye a 1-2-3, és aztán Horrortár 1, itt meg újra klasszikusok, viszont ez már nem a 4-es sorszám, ez már csak szimplán klasszikusok. Innentől kezdve valamiért elhagyták a számozást, sajnos. Na de hát, ez van. Azt mondja, hogy kapunk angol hangot, magyar szinkronot, magyar feliratot, illetve extraként előzetest. Dario Argento életrajz, Asia Argento interjú, valamint egy Fangoria extra, ami ugyebár itt ezúttal is egy audio kommentárt jelent, valamint van egy magazinban mutató, valamint ezen is van egy Fangoria táboros összefoglaló, egy pár perces kis videó. Úgyhogy, ja, egy klassz kis kiadás. És hát ugye ezeket a Fangoriás extrákat ugye egyébként érdemes megnézni, szerintem meg szórakoztatóak. Az audio kommentárok egyébként tényleg jók. De hát ezek a táboros videók is egyébként tényleg ezek is szórakoztatóak, érdekesek. Úgyhogy ez volna a Trauma. Aztán a 9. magazinhoz adták hozzá az Angyalok háborúja, vagy The Prophecy című filmet 95-ből, amiben Christopher Walken, illetve Viggo Mortensen a főszereplők, ez is Fangoria klasszikusok, de persze továbbra is számozás nélkül. Egy darab DVD lemez.
angol hang, magyar szinkron, magyar felirat is, illetve ezen már van angol felirat is. Extraként kapunk Christopher Walken életrajzt, Viggo Mortensen életrajz, illetve Fangoria extrák, ami ezúttal is audio kommentár, valamint ugye a Fangoria magazin bemutató, illetve ezen is van egy Fangoria tábor összefoglaló, és ezen a leghosszabb, ezen azt hiszem ilyen 8 perc körüli, még a másik ketten ott ilyen 3-4 perc körüliek voltak. És ott inkább képgalériák vannak összerakva, tehát képek vannak összevágva, itt viszont konkrétan már videófelvételt nézhetünk meg. Úgyhogy, ja, ezek az extrák vannak rajta. Aztán a következő, az a 10. számhoz hozzáadott a Kukorica gyermekei Children of the Corn Stephen King novellája alapján. Egy darab lemez, Fangoria klasszikusok, Linda Hamilton főszereplésével, magyar hang, angol hang, magyar felirat, angol felirat, és azt mondja, hogy életrajzok vannak rajta extraként, meg fotógaléria, előzetes, valamint Fangoria extra, ami ezúttal már ugye táboros videó már nincsen, itt már audio kommentárt kapunk, illetve ja, a szokásos magazin bemutatót. Aztán a 11. számhoz hozzáadott Kukorica gyermekei 2 terjeszkedő gyökerek, azaz, hogy hát rosszul mondom, mert nem az a harmadik rész, a végső áldozat. A végső áldozat egy darab DVD lemez. És ez a film, ez magyar szinkronnal, angol hanggal, magyar felirattal, angol felirattal tekinthető meg. Extraként előzetes, képgaléria, életrajzok, a rendezőnek az audio kommentárja, valamint persze egy Fangoria kommentár, valamint egy Fangoria magazin bemutató van rajta. Úgyhogy ez volna a Children of the Corn második része. Aztán a 12. magazinhoz kaptuk hozzá a Children of the Corn harmadik részt, Urban Harvest alcímmel, ez a terjeszkedő gyökerek, és egy darab DVD lemez, és akkor persze itt is eredeti angol hangot kapunk, magyar szinkront, magyar feliratot, angol feliratot, extraként életrajzok, képgalériák, előzetes, illetve ezzel is van persze Fangoria audio kommentár, meg Fangoria magazin bemutató. Érdekesség viszont, hogy erre a DVD-re már rátettek egy pár magyar amatőr horrorfilmet. Bizony, van rajta 2 darab amatőr magyar rövid horrorfilm, ezek ilyen pár perc körüliek, illetve van rajta még egy harmadik amatőr magyar horrorfilmnek az előzetese. Úgyhogy klassz, hogy ugye a lényegében az olvasók, akik olyasmivel foglalkoztak, hogy csináltak amatőr horrorfilmeket, beküldhették ezeket, és rátették extraként erre a lemezre. Ez is szerintem totál ilyen egyedi dolog Magyarországon, nem hiszem, hogy ilyet bárki más csinált volna, ez fantasztikus szerintem, hogy ilyet csinált a Fangoria annak idején, úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog. Úgyhogy ez volna a Children of the Corn harmadik része. És akkor itt eljutottunk egy fordulóponthoz a magazin életében, ugyanis a 12. szám volt az utolsó, amit a DVD melléklettel lehetett megvenni. Ezt követően a magazin, valamint a DVD kiadás külön vált, ugye továbbra is mindkettő Fangoria maradt, de a magazint most már csak külön lehetett megvenni, csökkent is az oldalszám, mert nem fogyott annyira jól, mint ahogy szerették volna, meg ahogy azt kellett volna, sajnos a magyar horror közönség, akik magazinokat olvasnak, kevés. Ezért nem tudott életben maradni a Fangoria magazin, meg ugye pár évvel ezelőtt a Borzongás magazin se, ami a Fangoriának volt az utódja. No de, nézzük akkor tovább magukat, a DVD-ket. Az első olyan horrorfilm, amit külön lehetett már megvenni, amit külön adtak ki, az a Hellraiser 4. része Vérvonal alcímmel, Hellraiser Bloodline. Egy darab DVD lemez. Ez a borító engem mindig is egyébként a Konstantin a Démon Varázs című filmre emlékeztetett, abból a pokol. Nem, mint hogyha azt rakták volna rá, tök úgy néz ki szerintem. No, de mindegy. A filmet megnézhetjük eredeti angol hanggal, van magyar szinkron, magyar felirat, angol felirat, valamint kapunk extraként életrajzokat, illetve audio kommentárt, persze ezúttal is a Fangóriás kommentár, Fangória magazin bemutató, valamint Clive Barker egyik korai rövid filmjét, a The Forbidden-t, tehát ezen van még egy rövid film is, amit Clive Barker rendezett, akinek ugye a regénye alapján az eredeti Hellraiser film készült, illetve ugyebár az első részt azt ő is rendezte. Úgyhogy ez volna a Hellraiser 4. Aztán a következő sorban kiadott film az a megnevezhetetlen, The Unnameable, H.P. Lovecraft története alapján. Egy darab DVD lemez,
és ezen is van angol hang, magyar felirat, angol felirat. Itt sajnos csonkolt a képarány, tehát itt ezúttal is 4-3-as képarányt kapunk. Extraként kapunk jegyzeteket, trélert, képgalériát, Lovecraft életrajzot, valamint ugyebár a szokásos Fangoria extrákat. Úgyhogy, ami ugye ezúttal is audio kommentár, meg magazinban mutató. Ez egy nagyon klassz kis film egyébként. És egyébként nagyon sok Fangoria filmet, vagy hát Fangoria DVD-t, ezeket a horrorfilmeket így láttam először. A Fangoriának köszönhetően. Úgyhogy, mondom. Nagyon klassz, hogy ezeket a filmeket kiadták nálunk. Aztán a következő, az a Creepshow második része, magyar címe csak szimplán Rémmesék. Egy DVD lemez, és hát ugye ez mind továbbra is Fangoria klasszikusok széria, csak ugye továbbra is számozás nélkül. Eredeti angol hang, magyar szinkron, magyar felirat, angol felirat, extraként jegyzetek, életrajzok, előzetesek, rendezői kommentár, dokumentumfilm, interjú, valamint a Fangoria extrák. Úgyhogy itt már azért elég sok extrát kaptunk ehhez a DVD-hez, úgyhogy az egész klassz. És hát ugye ez egy Stephen King film. Aztán a következő, az a Ház a park szélén, House on the Edge of the Park, az olasz címét viszont meg nem mondom. Most így nem fogom kiejteni, meg semmi, meg egyébként úgy hiszem, hogy rá sincs írva, mert ez egyébként egy olasz horrorfilm. Egy DVD lemez. Extraként kapunk interjút, előzetest, ugye a szokásos Fangoria extrákat, és van rajta a magyar felirat, magyar szinkron, angol hang, valamint olasz hang. És ez az utolsó Fangoria DVD kiadás. Ez volt az utolsó olyan film, amit a Fangoria kiadott hazánkban. Úgyhogy összesen 13 filmet adtak ki, 13 DVD-t adtak ki. Plusz ugye volt még az a három film, amit a magazin mellé csomagoltak, az első három számhoz, de azok ugye bár nem Fangoria kiadások. Nos hát, ez volna akkor az utolsó, és akkor most még mutatok azért egy pár DVD-t, amiket érdemes megemlíteni. Nos hát, a Fangoria bejelentett egy pár filmet így az évek alatt, amiket ki fognak adni. Az első ilyen, amiről lehetett hallani, hogy ki akarják adni, de végül mégse jelent meg, az az egy amerikai farkasember Londonban, an American Werewolf in London. Ennek konkrétan már a borítóját is elkészítették, ezt fel is lehet egyébként lenni az interneten, meg itt mellettem is láthatjátok. Tehát eredetileg a Fangoria adta volna ki azt a filmet, az egy klasszikus 81-es farkasemberes horrorfilm, és egyébként egy nagyon jó darab. Csak aztán valami gond volt ott a jogokkal, és végül mégse tudták kiadni, így végül a Budapest film adta ki Magyarországon az egy amerikai farkasember Londonban című filmet. Úgyhogy ez nem Fangoria kiadás, semmi köze a Fangoriának ehhez a DVD-hez. A Fangoria konkrétan tudtommal már extrákat is csinált egyébként a saját kiadásukhoz, csak mivel mégse tudták kiadni, így azokkal az extrákkal nem lett semmi, mert a Budapest film nem használta fel őket. Ezen a kiadáson úgy hiszem, hogy semmi extra nincsen, csak maga a film. Aztán a Ház a park szélén extrái között találunk 4 darab filmelőzetest, illetve a magazinban is lehetett arról olvasni, hogy a Fangoria bejelentette azt, hogy ezt követően kiadnak még 4 további filmet. Tehát egyszerre bejelentettek 4 filmet is, hogy kiadnak, és egyik se jelent már meg, mert ez már olyan a végefele volt annak, amikor a Fangoria létezett, tehát lényegében ahogy a magazin megszűnt, DVD-ket se adtak már ki többet, úgyhogy ez volt ugyebár a legutolsó, viszont ezen még rajta van annak a bizonyos 4 filmnek az előzetese, hogy majd jön, csak aztán végül mégse jöttek. Ebből az egyik az a 2001 Maniacs, ami azt hiszem, hogy 2005-ös horrorfilm, mégpedig a Herschel Gordon Lewis klasszikusnak a remake-je, Robert Englund főszereplésével, azt ki akarták adni, végül mégse tudták kiadni valami miatt, hát valószínűleg ugyebár már nem sikerült azáltal, hogy megszűnt a cég is, meg minden. Aztán a másik ilyen film az a Wishmaster és a Halálmester 4. része lett volna, de végül azt se adták ki. Egyébként itt a DVD-k hátulján lehet is olvasni, ugyebár, hogy a forgalmazza Fangoria Magyarország Kft. A legutolsó DVD-nél viszont már nem a Fangoria van feltüntetve, mint forgalmazó, hanem ez már a Film Concept Kft. Úgyhogy tényleg ez már itt nagyon a végefele volt a dolgoknak. Aztán a másik, vagyis a harmadik film, ami még ugyanígy be volt jelentve,
az a mészárlás a Dinosaurus völgyben, Massacring Dinosaur Valley, egy olasz kannibálos horrorfilm, és végül a negyedik az a hét vérfoltos orhida, a Seven Bloodstained Orchids, ami egy giallo, mégpedig Umberto Lenzi-től. Úgyhogy ezeket végül a Fangoria nem tudta kiadni, viszont ez utóbbi kettőt végül is az Ultrafilm kiadta egy lemezen a két filmet, dupla horror shock névvel, de erről a DVD-ről bővebben majd az Ultrafilmes videómban fogok beszélni, de lényeg, hogy végül is a négy filmből, amit a Fangoria így bejelentett, kettő végül csak megjelent, úgyhogy legalább ezt a kettőt ugye meg tudtuk venni, meg tudtuk nézni, úgyhogy klassz. Úgyhogy végül is ennyi az, ami ugyebár a Fangoria adott ki, meg amit kiadott volna a Fangoria, viszont mutatok érdekességként még kettő darab DVD-t. Most nem emlékszem már, hogy melyik DVD-n, de valamelyik Fangoriás DVD-n rajta van az eredeti, az élő halottak éjszakája előzetese, amit a Cinetel adott ki Magyarországon, mégpedig azért, mert abban, annak a DVD-nek a kiadásában közreműködött a Fangoria is. Úgyhogy itt is van a 68-as Night of the Living Dead. Ezt a Cinetel adta ki, viszont rá van írva, hogy a Fangoria Horror magazin ajánlásával, valamint van rajta egy Fangoriás extra, amit a Fangoria szerkesztőségében vettek fel, interjú a Fangoria főszerkesztőjével, Böjtös Gáborral, ő beszél erről a filmről egy pár percben. Úgyhogy egy klassz kis Fangoriás extrát kapunk az Élő Halottak Éjszakája DVD kiadásán. Egyébként egy érdekesség, amit még megemlítek ezzel a DVD-vel kapcsolatban, hogy valamiért a menüben a Lucio Fulci Zombi című filmjéből használtak fel egy képet. Bizony, úgyhogy ez érdekes, hogy ezt hogy sikerült összehozni, de mindegy. És aztán még egy DVD-t mutatok, annak semmi köze a Fangoriának ez a DVD-hez, de majd mindjárt látjátok. Ez a Gothica című film, ugye Halle Berry, illetve Robert Downey Jr. főszereplésével. Ezt a filmet láttam moziban és tetszett, és aztán persze, ahogy megjelent a DVD, meg is vettem. És képzeljétek, mit találtam benne. Egy Fangoriás szórólapot. Egy Fangoriás szórólapot, amire rá van írva, hogy megjelent, mégpedig a második szám, itt a második számnak látható a borítója. Fangoria végre Magyarországon, Amerika legkedveltebb horror magazinja, most a tiéd is lehet, ne félj megvenni. A hátulján pedig e-havi DVD mellékletünk, Dracula 2000 második rész a mennybe menetel. A szórólap felmutatójának 25% kedvezményt adunk Fangoria magazin vásárlása esetén a szerkesztőségben, és aztán itt van magának a Fangoria szerkesztőségnek a címe, valamint a kupon 2005. március 1-ig érvényes. Úgyhogy gondoltam, ezt érdekességként megmutatom, hogy ez így benne volt. Ezt követően kezdtem el egyébként vásárolni a Fangoria magazint, megvettem a második számot, aztán a harmadikat, a negyediket, majd utólag megrendeltem az első számot, tehát végebben ugye megvan az összes szám. Úgyhogy ez egy klassz kis érdekesség. Szerintem ezt megtartottam, hogy direkt azóta is benne van itt a Gothica DVD tokjában. Nem tudom egyébként, hogy az összes Gothica tokba tettek-e ilyet, illetve hogy a Gothicán kívül esetleg más horrorfilm tokjába tettek-e ilyet, fogalmam sincs, hogyha esetleg találtatok ilyen szórólapot bármikor is, bármilyen horrorfilmben, akkor írjátok meg hozzászólásban a videó alatt. Úgyhogy ez volna a Fangoria szórólap a Gothica DVD-ben. És akkor ezzel igazából a végére is értem ennek a videónak, ugyebár egy-két plusz DVD, amit mutogattam, de a lényeg az igazából ezeken van itt. Ezen a 13 darab horrorfilmen, amit a Fangoria kiadott. És csak ezt a 13 filmet adta ki a Fangoria, tehát hogyha bármely más filmről találtok Fangoriás DVD borítót az interneten, az kamu borító, az nem létezik, az nem jelent meg Magyarországon, legalábbis nem a Fangoria által, de nagy valószínűséggel más kiadó által sem. Úgyhogy ez volna az eredeti 13 Fangoria DVD kiadás, ha valaki esetleg össze akarja gyűjteni őket, akkor ezeket kell keresnie. Úgyhogy ezáltal így végül is most már tényleg a végére értem ennek a videónak, úgyhogy hamarosan jövök egy hasonló videóval, amiben pedig az Ultrafilm klasszikus horrorfilm kiadásait fogom bemutatni. Ha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon, minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, ha megírnátok a véleményeteket, akkor ezt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!